Üdvözlöm a kedves nézőket! Ma 2022. február 24-e csütörtök van. És ma folytatom a meccést, ugye már eddig már meccettem a kertbe sok mindent. És most a rózsabarackfánk, amiről azt hittük, hogy már ki fog dőlni. És elég látszik, hogy ott volt a törzsének a sudara. Az teljesen leszáradt, le is lett vágva. Macskának meg olyan jól mászkálni rajta, igen. És akkor ez a sudár, nem tudom mi, kinőtt, és most már olyan magas, hogy le kell tetejezni, mert már túl magasan van. Onnan nem lehet szüretelni sem, meg ha lepotyog, akkor csak széttocsan. Úgyhogy most ez lenne az egyik munka. Másik meg majd az lesz, hogy kimenjünk a kertbe, és megpróbálom azt a módszert, amivel a talaj fel lehet javítani faszénporral. Na jó, akkor most a tetejezést ezt erővágóval, vágvágóval csinálom. Ez ugyan nem felkó, de hát arra néhány ágra ez jó lesz. És ennek ez van egy előnye, hogy ez teleszkópos nyelű. Úgyhogy... viszonylag kis erővel nagyot lehet vele vágni. Na, akkor mászunk fölfele. Ez egy élmény ezen a létrán dolgozni, ez aztán már magas. De akkor át kell tenni máshova. Igen. Thank you.
Aha. Ez tisztességes van. A magasság. Úgy látom, hogy most már a nagy ágak le vannak vágva, a többi munkát pedig a felkomet szólóval fogom elvégezni. Az maga lesz a töbényi élvezet.